Az anyámot! Oj, szervusztok mindenkinek, hellóka! Csodálatos napot kívánok ám nektek! Egy olyan történetet fogunk elmesélni itt a fiammal meg az unokámmal, hogy azt a hét meg a 800-át, mi voltunk a tenger urai, az óceánok Poseidon húgya! Úristenem, de jó is volt, amikor még volt fogam a skorbut előtt! Nem baj az, a jó kalandozásainkat nézzétek ám volna! Hajrá, hajrá, hajrá! És én vagyok az első legény a kapitányság sorjában, aki egyszerre volt nő is, meg férfi is, de ezzel ne foglalkozzatok. Igyekszek nem nyávogva, szóval normál hangomon fog, csak ilyen apu, figyelj már! Ilyen, jó. Valami... De most, amúgy tényleg olyan öreg a izé karaktered, de olyan gyerekfeje van ettől, hogy el is hiszem, és ilyen szakállás, de apu, figyelme, mint valami kis nyomorék. Apu, figyelj már! Szeretnék a tutajommal elmenni, egy picikét! Mi a tutajról? Miről beszélsz? Na, mit szülinapomra fogok kapni? Mit kapsz a szülinapodra? Gyerek, azt mondta anyu, hogy kapok egy hajót! Persze, anyád is hülye. Mi? Anyu! Larina! Nem az az anyád! Gyere már innen! Úgy nézel ki, nem a tesója vagy? Nem a tesója, nem ezt csak az ikerúgom, mert gyere már. Oké, jövök, kapu. Figyelj, tudod, mit kapsz szülinapodra? Figyelek, mit kapok? Ma vagyok 14! 14 éves vagy? Igen, ugye annyi vagyok már! Tudom, már majdnem férfi vagyok. Sokat voltam a napon, és keveset hidratáltam. A kósó? Itt vagyok, nem? Vigyed elő, nem. Fiam, te olyan vagy, mint a szeg. Állsz egy helyben, de semmit nem érsz. Itt van, itt! Most fogd meg magad, ami ilyen ronda fejedre, hidratáld magad. Oké, apu! Büszke leszel rám! Gyarázzad befele, fiam! Érzed már az áldást? Karikatúra vissza! Igen, apu! Észrebül a lábam! Na gyere, bazd meg! Ajajaj, mit raktál felébe? Az a tutaj, amit kapok! Nem ez! Nem kapsz tutaj! Ez az enyém! Apu, ez az enyém! Úristenem! Mindjárt mondom, mi lesz a neve! Az én nevem! Apu, mi a nevem? Figyelj ide! Benőtt a gaz, jó? Ezt le kell szedjed róla. Ak! Jó? Vegyed le róla a gazt. Meg akkor hasznosítsad. Azt a kurveged. Megkurta villám! Belém baszott a villám. Apu, egyszerűen baszott meg minket valami! Hát engem megbaszott már, jó Isten veled. Na figyelj ide. Merjed ki a vizet. Megint megkurt a villám! Megint belém vágod. Fiam, te buzi vagy? Apu! Hát fiam, hallod? Felállt a pöcköm! Felállt a pöcköm! Gyere! Csinálj még egyszer, ez jó volt! Egyszerűen szétkúr a villám. Teged is megbaszott! Milyen mágneses ez a hajó? Anyádod! Nem irritáló hangom? Nem, csak az a baj, röhögök nagyon rajta. Az nem baj, nyugodtam. Apu! Na, fiam, gyere! Ezt álmodtam! Kicsi beteg lettem ettől sok kúrástól, ezt hogy szerethetitek anyával? Milyen kúrás szó? Hát megkúrt a villám! Kivel kúrtál? Villám McQueen! Tényleg? Igen! Villám McQueen! Apu! Eddig azért nem mutattál be nekem a kalóz barátaidnak, mert szégyeltél? Igen, pontosan ezért, azért megy fogyatékos vagy. De nem is vagyok fogyatékos! Egy szemem van, de azzal látok 360-ban! Nézd már magadra, fiam! Be van esve az arcod, anorexiás vagy, nőcsípőd van, ödémád van, zsuzsálsz, a lábujjat hiányzik, és szakállad van férfi létedre. Vagy nő létemre! Nő létedre! Nő vagy, fiam? Azt a kurva! Akkor a másik, amiért nem mutattalak be eddig a barátoknak, az, mert nő vagy. Jó? Leégetsz engemet. Ez a megkurt megint a villám! Belém baszott a villám, és ha ver a jóisten, már megint veled. Gyere, megtanítlak hajókázni. Figyelj, megfogod az egyik felét. Így? Igen, azt toljad, ameddig lehet. Teljes erődből.
nagyon nehéz a puci! Nagyon nehéz! Beleszarjál! Mondom neked! Azaz! Na ez igen! Na! Már hajós kapitány vagyok? De ahogy vagy te kapitány, te csak egy szarkupac vagy. Na majd figyelj, mondom... Ezért vannak ilyen nagy pszichés bajaim, mert mindig azt mondod nekem, hogy buta vagyok! Nem, neked azért vannak pszichés bajaid, mert te tényleg senki hülye vagy. Figyelj ide, föl kell mosni. Apu! Jó, mossad fel a fedélzetet. Lezzel! Menjél, mossad fel a fedélzetet. Oké! Ez az. Na láttad fiam, ezért vagy csak hülye, mert esik az eső, de fel akarod mosni a fedélzetet. Hát én csak azt csinálom, amit mondod az ostoba apám. Mit mondtál? Hogy hitt engem? A nagyon okos, nagyszerű tengerész legény apám. Mit mondtál? A leghatalmasabb isten, a Neptunusz, a ősz... De húzod el, ásulok. Jaj! Nem véletlen jelzik a bal kezem. Azt a kurva... Ne röhögjük, hogy ne tolcsod elfele! Kicsit tolcsod elfele, fiam! Jaj, jaj, jaj! Végem, köszi! Végem, vágod! Úristen, köszi! Apu, apu! Apu, mit szóltál? Mi van? Beszéltél a testvéreidre ott az űrben? Na, jó Istennel, kommunikáltunk. Látod, ő is azt mondta, hogy ne beszélj vele, milyen csúnyán! Megáldott engem. Azt mondta, hogy basszak oda, mert ha ilyen suta geci maradsz, akkor elveszi az életemet. Na, figyelj ide! Ott mutatom neked, na ott a tenger disznó. Hol? Mi? Hol? A kék osztriga, ott a kék osztriga. Ott ember? Várjál, megnézem, milyen a csúcsról! Na figyelj, most oda megyünk, jó? Oké. Okay. Bemutatlak téged egy-két embernek. Jó, apu, befolyásos emberek. Várjál, apu, honnan tudjuk, hogy merre kell menni? Ezt fejből tudod, ezt a nagy... tengert? Figyelj, édőfiam, elmondom neked, hogy hogyan tájékozódsz. Mesélj, apu, mesélj! Leengeded a vitorlát. Elindulsz. Igen. A térzésből mész, jó? Látod? Már fogadnak is. Igen, látom. Igen. Tüzelnek, téged akarnak, rád lőnek. Apu, neki. Ezeket nem te magad haragítottad magadra? Nem. Ezek befolyásos emberek, fiam. Ezek így beszél, így kommunikálnak. Ó, annyi legendát hallottam rólad. Azt hiszem, hogy te vagy az egy... Húzzam le! Engedd le a horgot! Leengedtem, apu! Leengedtem! Jaj! Kiugrottam! Most te fogod megjavítani. Gyere, geci, gyere, mert elsüllyedünk. Kurva gyorsan, fogd meg a hordóból, de tegyed rá. Ne lőjed a izét. Véletlen volt, elsültem, gyors voltam, apu, bocsánat. Kifele, ez az, nyomjad neki, gyerünk már, gyerünk, szaporán. Oké, csinálom, büszkén ez erre. Beszkázd be már azt a kurva lyukat, hát bejön a víz. Jó, de apu azt mondta nekem mindig, hogy az a jó, hogyha jó, vizes, nedves. Ez, az más, azt nem arra mondtam. Ja, akkor azt mire értetted, apukám, meséljél. Majd elmondom, majd elmondom később, de az arra majd rá kell térjünk. Először csináld meg a lyukat. Jó, betapocsom a lyukat. Na látod, ezért nem sikerül neked a 8 osztály. Mert nem tudtam felfögelni a falat. Az első osztályt 6-szor jártad, a másodikat meg 2-szer. Igen, idős vagyok már. Azért vagyok szigorú, megtanuljál túlélni, jó? Oké. De azt mondtad, hogy jó, magas növésű vagyok. Dehogy vagy te magas növésű. Azt mondtam, hogy... farfekvésű vagy. Azt mondtam, farfekvésed vagy. Az milyen apu a farfekvésed? Ezért mondtam... Az milyen apu az a farfekvés állapállal? Lábujjad is hiányzik, ezért vagy te ilyen fogyatékos. Na figyelj ide! Na mondjad, apu! Keressé hajót, jó? Oké! Okay. Amerre a szemen lát? Persze. Már... A jobbik szemeddel nézed, jó? A ballal, ne a jobbik, a jobbik ballal. What? Igen? Fiam, gyere ide! Hova? Állíd meg! Hova? Állítsd meg azt! Álljál meg! Álljál meg, te pillanat! Jaaa! A puti a földön, a vízbe! Kiröntétek is köcsök. Picit, igen. Gyere! Ne tudd meg, várjál, ne tudd meg, mint faszra visszamegyek. Gyere! Na, te faszkölyök, hol vagy? Itt vagyok! Ugorjál be a vízbe! Megálltam! Ugorjál be a vízbe, 10 fekvő támasz! A víz alján!
Így van. Le okay. kell utcán tenger mélyére. Jó, legaljára. Úszál le, tiszlek, hogy nyomjál le nekem. Megyek! Ugyan vagyok! Nem beszélj! Nem marad levegőt! Nyomjen! Gyerünk! Egy! Hogy mert csak én nem levegőt! Három! Seggeden kell levegőt vegyél! Figyelj ide! Szorítsd össze az orrad! Próbálj a seggeden lélegezni! Az a titka, hogyha seggeden veszed a levegőt, tüdődig, akkor később üt be a víz. Te nem beszélsz, igaz? Mondtam, nem beszélsz. Nem beszélsz, mondom, kussoljál le. Gyere, főfiam! Gyere már, fő, nem tudom, hogy mondok anyádnak, ha megfulladsz. Ja, ez az. Apu, ez nagyon nem volt jó. Ez jó volt. Kis kecseg! Két percig kibírtad, na gyere ide, adok neked egy kóp. Egyet nem akarok, engedjen. Egyet, te. Összvérfejű deci. Gyere, segíts apádnak kitekerni ezt a szart, mert ahogy... Várj egy kicsit, légy szíves! Légy szíves, kérlek, várj egy kicsit! Fél perced van. Mire föltekerem, azt nem segítesz? Jövök! Fiam, te kurva nagy bajba vagy. Teret, jó pásztázzad a jobbik szemeddel. Oké! Okay. Ezt nézzed a hajókat, jó? De mennyi pásztázzál, ne itt álljál mögöttem, hát látlak, figyellek. Baj van a részek tenger részel, baj van a részek tenger részel, baj van a részek tenger részel, melon kapitánnyal. Egy baj, fiam, nem vagyok részeg. Jó, hogy szólsz egyébként. Na most végre, azt mondod, Ott van szembe egy vár. Ott meg sziklák, meg nagyon-nagyon nagycsöcsű csajok vannak ott fönn. Hol vannak nagy csöcsű? Hogy? Arrafele, Fater, ott. Ott lesz a kincs, én érzem. De, apu, de arra nincsen sem, arra csak, miért kell arra menni, mert ott vannak a nagy csöcsű csajok? Kincs lesz ott, hidd el nekem. Milyen, mélyen ülő kincs? Nagyon mélyen lesz a kincs. Menj, hány kilométer mélyen? Hát egy olyan 10 centi mélyen, legalább. 10 centi? 10 centi, miért? Hát ez nagyon az átlagon aluli mélységen van. Miért beszélsz? 10 centiben? Eszméletlen módon nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és az, hogy ezt az ökörködésünket végig kísértétek. Hát mi gondoltuk, hogy ez egy ilyen kis fán történet lesz, meg hasonlók, aztán végül annyira sokat röhögtünk benne, hogy úgy voltam vele, hogy ilyen kis igénytelenbe feldobom ide nektek, hogy tényleg megnézzétek, hogy ez mégis mi volt. Ha érdekelne még ilyen tartalom, hogy mit csinálunk dömével a Sea of Thieves-be offstream, akkor kérlek szépen ezt komment szekcióban jelezzétek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, vigyázzatok magatokra mindenkinek. Pusz. Remélem tetszett.